is Emmett. Tudom, hogy hallasz, Charlie. Csak lettem. Maradjottan. Már jó helyes pánikban. Előfordult már, hogy átmenetire nem kaptál levegőt. Kurvára hulladok, anya! Ah, remek, éven vagy. Mit tehetek érted? Egy roppant nyugtalanító üzenetet hagytak a rögzítőmön, és szeretném, ha megmagyaráznád nekem. Jó, figyelj. Néha a fiától gorosz és utálatos lesz. Nem, ezt az üzenetet valami Melissa nevű nő hagyta. Ó, Ellen recepciósa. Valóban? A hangjából ítélve azt hittem, szerencsekekszed, sőt, tündérzumban. Valamint, valamiért a fejébe vette, hogy Ellen most szombaton 40 éves lesz. De igen, és? Elment az esze? Azt akarja, hogy világra küldöljem, hogy a fiam 40 éves? Tudom, gonosz perszóna. És ez nem minden. Azt akarja, közösen szervezünk bulit? Hogy az ördögbe juthatott ilyen képtelen ötlet az eszébe? Ki tudja? Talán megzavart a szegény lány, hogy te vagy Ellen anyja. Ó, felébredtél? Egész idő alatt bent takarítottál. Persze, nevezhetjük úr is. Hé, Charlie, bár, ha elmész ki, elhatok az autóddal? Nem, nem állhatsz ki a kocsival a garázsból. Jó, nem állok. Magadzább. Hé, mi a baj, baby? Ó, pompás. Ez a legborzasztóbb társaság a történelemben, ami csak összejöhetett. Elnök asszony, ölé a terem. Már értem. Pontosan tudjuk csak... Amit elkezdtetek, tudjátok, nyugodtan. Imádom a vörös pársonytortát és a vérés trükköket. Oh, a felém. Most kénytelenek leszünk megünnepelni. Kit? Apának. Miért? Mert szülinapja van. Oh. Hozhatok barátnőt? Van barát. Kölcsönadod a kocsit? Akkor nincs barátnőd. Figyelj, nem kell elmenjünk vacsorázni, csak azért, mert szülinapom van. Ne utáskodj, ez egy különleges este. Hányszor lesz valaki 40 éves? Mi felénk, hogy négyszer. Nos, csak is az első alkalom számít. Nem. Szóval csak ketten leszünk? Hát persze, hogy ketten. Ki más lenne még ott? Nem is tudom, a barátaim, a családom, és egy bűvész. Ó, a csúdiba, hogy jöttél rá? De ez, amikor eljöttem, Jake éppen dusolt, mert Charlie hosszú madrágot vett, és Berta azt mondta, hogy Balték szülőnapjára megyik. Ó, jó, nem mondta biztosan. Ígérd meg, hogy meglepődsz. Ó, te jó ég! Micsoda meglepetés! Nem ismerem őket. Nem teremben leszünk. Bocsi, bocsi! Van egy külön termünk. Vötösek csak! Ó, Gaspacsú! Na mi fa? Ilyen csodálatos ötlet, egy romantikus vacsora kettesben veled. Ó, te jó ég, hát ti! De Jessek ki? Nem értem. Egy órája itt kellene lenni. Igen, nincs mit tenni. Ez van a családom önző rohadékok gyülekezete. Meglepetés. Emeli, mosolj! Ó, igazi sztárfoga. Figyelj rá, mert remélem, most már a tovább.